13. fejezet. Szívek találkozása. A hamisság végtelenül sok alakot képes magára ölteni, az igazságnak azonban csak egyetlen egy létezési módja van. Jean-Jacques Rousseau. Amint Mac a rönkház felé közeledett, édes sütemény, máfin vagy valami más csodálatos finomság illatát érezte. Szárájúnak az idődimenzióval kapcsolatos ügyködéseinek köszönhetően legfeljebb egy óra telhetett el az ebédidő óta, de meg úgy érezte, órák óta nem evett. Még csukott szemmel is könnyedén megtalálta volna a konyhába vezető utat. Amikor azonban belépett a hátsó ajtón, meglepetten és csalódottan fedezte fel, hogy a helyiség üres. – Van itt valaki? – kiáltotta. – A verandán vagyok meg. Hallotta papa hangját a nyitott ablakon keresztül. Kapj fel valami italt, és szegődj ide mellém. Meg öntött magának egy kis kávét, és kiment a bejárat felőli verandára. Papa egy régi módi magas támlájú kerti széken hátradőlve pihent. Csukott szemmel élvezte a napsütést. Mi a manó? Istennek még arra is van ideje, hogy napfürdőzzön. Nincs semmi fontosabb dolgod ma délután? Meg. Fogalmat sincs, mit csinálok ebben a pillanatban. Volt még egy szék a másik oldalon. Meg odalépett, és amikor leült, papa kinyitotta az egyik szemét. Kettejük között egy kis tálalóasztalon, csábító süteményekkel, friss vajjal, különféle lekvárokkal és dzsemekkel gazdagon megrakott tálca kellette magát. Micsoda illatok, kiáltott fel meg. Vesd rá magad. A receptet saját üknagyanyától kölcsönöztem. Mindent én csináltam, ami benne van, mondta papa széles mosollyal. Meg nem igazán értette, mit is jelent az, hogy mindent én csináltam, ami benne van, amikor Isten szájából hangzik ez, de úgy döntött, hogy hagyja az egészet. Felvett egy süteményt, és csak üresen beleharapott. Még langyos volt. Szinte elolvadt a szájában. Ez igen, tényleg finom. Köszönöm. Az ők nagyanyádnak köszönd meg, majd ha találkozol vele. Remélem, ez nem túl hamar fog bekövetkezni, felelte meg tele szájjal. Nem szeretnéd tudni? Kérdezte papa játékos kacsintással, majd újból lehúnyta a szemét. Miközben meg újabb süteményért nyúlt, bátorságot gyűjtött, hogy kiöntse a szívét. Papa, szólalt meg, és ez volt az első alkalom, amikor az, hogy Istent papának szólította, nem tűnt számára kínosnak. Igen, meg, nézett vissza rá, és örömében elmosolyodott. Én mindez idáig igazságtalan voltam veled szemben. Ahogy elnézem, Szofia elég mély benyomást tett rád. De még mennyire, fogalmam sem volt, hogy arra vetemettem, hogy a te bírád legyek. Ez még így kimondva is szörnyen arrogánsnak hangzik. Az is volt, válaszolta papa egy mosoly kíséretében. Borzasztóan sajnálom. Tényleg fogalmam sem volt, rázta a fejét megszomorúan. De ez már a múlt, és ott a helye. Nem akarom, hogy egy percig is szomorkodj emiatt meg. Azt akarom, hogy enélkül növekedjen tovább a kapcsolatunk. Én is ezt akarom, mondta meg, és újabb sütőért nyúlt. Te nem eszel ezekből? Nem, de te csak egyél nyugodtan. Tudod, hogy van ez? Az ember elkezd főzni, megkóstolja ezt is, meg azt is, és végül azt veszi észre, hogy már nem is éhes. Vegyél még, tolta közelebb meghez a tálcát. Megvett még egyet, és hátradőlt, hogy kényelmesen élvezhesse. Jézus szerint a te ötleted volt, hogy láthassam Missit ma délután. Egyszerűen képtelen vagyok szavakat találni, hogy megköszönjem neked. Ó, igazán nincs mit, édesem, nekem is nagy örömet szerzett. Már annyira össze akartalak hozni titeket, hogy alig bírtam kivárni. Bárcsak nem is ott lehetett volna. Az tényleg tökéletessé tette volna, értett egyet papa lelkesen. Meg egy ideig csendben ült. Nem igazán értette, papa mire gondolt, és nem tudta, hogyan reagáljon. Ugye milyen különleges kislány Missy, ingatta a fejét papa. Annyira, de annyira kedvelem azt a gyermeket. Én is,
felelte megsugárzó arccal, és eszébe jutott kis hercegnője a vízesés mögött. Hercegnő, vízesés, várjunk csak! Papa figyelte, ahogy meg fejében összeáll a kép. Nyilván tudod, hogy a lányom mennyire szerette a vízeséseket, és még ennél is jobban múlt Nomak hercegnőjének legendáját. Papa biccentett. Hát erre megy ki a játék. Azért kellett meghalnia, hogy engem meg tudj változtatni? Hóha, hóha, lassabban a testelmek, hajolt előre papa. Én nem így intézem a dolgokat. Annyira szerette azt a történetet, ismételte meg. Hát persze, hogy szerette. Így tanulta meg értékelni azt, amit Jézus érte és az egész emberiség értett. Az olyan emberek történetei, akik feláldozzák az életüket másokért, aranyfonálként vonulnak végig a te világodban, és bemutatják a ti szükségeiteket és az én szívemet. De ha ő nem halt volna meg, akkor én most nem lennék itt. Meg. Az, hogy én hihetetlenül jó dolgokat tudok kihozni kimondhatatlan tragédiákból, nem azt jelenti, hogy én rendezem meg a tragédiákat. Soha, de soha ne feltételezd azt, hogy azért, mert én felhasználok valamit, az azt is jelenti, hogy én idéztem elő. Se azt, hogy szükségem van rá a céljaim eléréséhez. Ez csak velem kapcsolatos hamis elképzelésekbe fog belerántani. A kegyelem nem függ a szenvedés létezésétől, de ahol szenvedés van, ott meg fogod találni a kegyelem sokféle és sokszínű megnyilvánulását. Ezt nagy megkönnyebbüléssel hallom. Nem tudnám elviselni azt a gondolatot, hogy esetleg az én szenvedésem szabta rövidre az életét. Ő nem az érted szóló áldozat volt meg. Ő a te örömöd, és mindig is az lesz. Ez éppen elég értelmet ad az ő létezésének. Meg hátradőlt a széken, és az elé táruló tájat szemlélte. Csordultig vagyok. Nem csoda, hisz majdnem az összes sütit eltüntetted. Nem úgy értettem, nevetett meg, és ezt te is tudod. Csak a világ most ezerszer szebbnek látszik, én meg ezerszer könnyebbnek érzem magam. Mert az is vagy meg. Nem könnyű az egész világ bírájának lenni. Papa mosolya megerősítés volt meg számára, hogy ez az új talaj biztonságos. Vagy a tiédnek, tette hozzá meg. Meglehetősen nagy káosz volt az életem. Sokkal nagyobb, mint gondoltam. Teljesen félreértettem, mit is jelent ez az életemben. Nem teljesen meg. Voltak egészen csodálatos pillanataink is. Úgyhogy ne kerekítsünk nagyobb feneket az ügynek, mint amekkora jár neki. De Jézust mindig jobban kedveltem, mint téged. Ő olyan könyörületesnek tűnt, te pedig olyan... aljasnak. Szomorú, ugye? Ő azért jött el, hogy megmutassa az embereknek, ki vagyok én. És a legtöbben csak róla hiszik el, hogy ilyen. Ők legtöbbször még mindig a jó zsaru-rossz zsaru játékot űzik velünk, különösen a vallásos emberek. Amikor azt akarják, hogy az emberek megtegyék azt, amit ők jónak tartanak, akkor egy szigorú Istenre van szükségük. Amikor megbocsátásra van szükségük, akkor meg Jézushoz szaladnak. Pontosan, szegezte meg mutató ujját papára. De mi mindannyian ott voltunk ő benne. Jézus pontosan megmutatta az én szívemet. Szeretlek téged, és hívlak, hogy te is szeress engem. De miért éppen engem? Úgy értem, miért pont Mackenzie Ellen Phillips-et? Miért szeretsz egy ilyen balfácánt? Azok után, amiket rólad gondoltam, és a sok vádlás után, egyáltalán miért fárasztanád magad, hogy ilyen kitartóan próbáld elérni a szívemet? Mert a szeretet már csak ilyen, válaszolta papa. Ne felejtsd el, Mackenzie, én nem tudni szeretném, hogy te mit fogsz tenni, vagy hogy milyen döntéseket hozol. Én már tudom. Tegyük fel, hogy én próbálok téged megtanítani arra, hogyan tudod megvalósítani, hogy nem rejtőzöl hazugságok mögé. Na ez persze csak szintisztán elméleti példa, kacsintott papa Mekre. És mondjuk én tudom, hogy 47 helyzetre, illetve eseményre van szükséged ahhoz, hogy valóban meghald, amit mondok, vagyis hogy elég tisztán hallj engem ahhoz, hogy egyetérts velem, hogy változz és változtass.
Amikor tehát az első alkalommal nem hallasz meg, én ettől nem frusztrált vagy csalódott leszek, hanem nagyon is lelkes. Már csak 46 alkalom van hátra. És ez az első alkalom lesz az egyik építőköve a gyógyulás hídjának, amelyen egy napon, vagyis a mai napon áthaladsz. Értem, és most bűntudatom van, ismerte el Mac. Na, hadd nézzem, hogy néz ki egy bűntudatos Mac, kuncogott papa. Mackenzie, ez az egész nem a bűntudatról szól, de tényleg nem. A bűntudat soha nem lesz a segítségedre, hogy szabadságot találj bennem. A legtöbb, ami tőle telik, hogy űsz hajt, hogy külsőleg még keményebben próbálj megfelelni valamiféle etikai elvárásoknak. Engem viszont a belső érdekel. De épp az előbb mondtad, úgy értem, a hazugságok mögé való rejtőzésről beszéltél. Azt hiszem, valamilyen módon ezt tettem egész életemben. Édesem, te egy igazi túlélő vagy. Nincs miért szégyenkezned. Apád rendkívül durván bánt veled, az élet is megsebzett. A hazugságok jelentik azokat a megoldásokat, ahová egy ilyen túlélőnek, mint te is a legkönnyebb futnia. Ez egyfajta biztonságérzetet nyújt, olyan helyet, ahol senki mástól nem kell függened, csak önmagadtól. De ez egy nagyon sötét hely, ugye? Iszonyúan sötét, dörmögte meg a fejét csóválva. De hajlandó vagy-e feladni a hazugságok által ígért hatalmat és biztonságot? Ez itt a kérdés. Hogy érted ezt? Nézett rá Mac. A hazugságok olyanok, mint egy kis erődítmény. Belül biztonságban és hatalommal bírónak érezheted magad. A hazugságokból épült kis erődítményeden keresztül próbálod irányítani az életedet és manipulálni másokat. De az erődítményhez falakra van szükség, tehát építesz néhányat. Ezek a te hazugságaid igazolásai. Tudod, mint amikor azért teszel valamit, hogy ezzel megoltalmaz valakit, akit szeretsz, hogy ne kelljen fájdalmat éreznie. Bármi megteszi, csak hogy ne legyenek kellemetlen érzéseid a hazugságok miatt. De én pontosan ezért nem beszéltem ennek a levélről. Ez hatalmas fájdalmat okozott volna neki. Látod, erről beszélek, Mackenzie. Igazolod magad. Amit mondasz, az egy arcátlan hazugság, csak nem látod. Előrehajolt. Akarod, hogy megmondjam neked, mi az igazság? Meg tudta, hogy papa szavai mélyen az elevenébe fognak vágni, és valahol a lelke mélyén egyrészt megkönnyebbülést érzett, amiért beszélhet erről, másrészt kísértést arra, hogy hangosan felnevessen. Már egyáltalán nem érezte kínosnak a helyzetet. Nem, válaszolt lassan, elhúzva és somolyogva. De azért csak folytasd. Papa viszonozta a mosolyt, de aztán komolyra váltott. Az igazság az, meg, hogy valójában nem azért nem beszéltél ennek a levélről, mert meg akartad őt óvni a fájdalomtól. A valódi ok az, hogy féltél szembenézni azokkal az érzelmekkel, amelyek a felszínre kerülhettek volna, akár Nen részéről, akár a te szívedből. Az érzelmek megrémítenek téged meg. Azért hazudtál, hogy magadat védd, nem pedig Nent. Meg hátradőlt. Papának tökéletesen igaza volt. És ráadásul, folytatta, az ilyenfajta hazugság érzéketlen is. Nincs benne semmi szeretet. Te ezt a Nennel való törődésednek nevezed, de a hazugságod valójában akadályá vált a ti kapcsolatotokban, és Nen velem ápolt kapcsolatában is. Ha elmondtad volna neki, akkor talán most ő is itt lenne velünk. Papa szavai úgy érték Megket, mintha gyomorszájon vágták volna. Azt akartad, hogy ő is eljöjjön? Ez a ti döntéseteken múlt volna, ha valaha is lehetőséget kap ennek a döntésnek a meghozatalára. Az eredménye az, meg, hogy nem tudod, mi lett volna, mert olyan nagy igyekezettel óvtad Nent. Meg újból a bűntudattal küszködött. És akkor most mit tegyek? Elmondod neki, Mackenzie. Szembenézel a félelemmel, amit azt kelt benned, hogy elő kell bújnod a sötétségből, és mindent elmondasz neki. Bocsánatot kérsz tőle, és megengeded, hogy a megbocsátása meggyógyítson téged.
Kérd meg, hogy imádkozzon érted meg. Vállald az őszinteség kockázatát. És amikor megint elfuserálsz dolgokat, megint kérd tőle bocsánatot. Ez egy folyamat, édesem, és az élet eléggé valóságos akkor is, ha nem homályosítjuk el a dolgokat hazugságokkal. És ne feledd, én nagyobb vagyok, mint a te hazugságaid. Nem képesek megállítani engem. De ez nem teszi azokat igazzá, és nem akadályozza meg, hogy károkat vagy sérüléseket okozzanak másoknak. És mi van, ha nem bocsát meg nekem? Meg tudta, hogy ez a félelme, amellyel együtt élt, valóban nagyon mély. Biztonságosabbnak érezte további hazugságokat dobálni a régiek egyre növekvő kupacára. Ez a hit kockázata meg. A hit nem növekszik a bizonyosság házában. Nem azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, nem meg fog neked bocsátani. Előfordulhat, hogy nem fog, vagy nem tud. De az én benned lakozó életem felvállalja a kockázatot és a bizonytalanságot, hogy a saját döntéseid által átformáljon téged igazmondóvá. És ez egy csoda lesz, hatalmasabb, mint amikor valaki feltámad halottaiból. Meg hátradőlt, és engedte, hogy beléhatoljanak az elhangzottak. Kérlek, bocsáss meg nekem, szólalt meg végül. Már rég megtettem meg. Ha nem hiszel nekem, kérdezd meg Jézust. Ő ott volt. Meg belekortyolt a kávéba, és meglepetten tapasztalta, hogy még mindig ugyanolyan forró, mint amikor először leült. De én kőkeményen dolgoztam azon, hogy kizárjalak téged az életemből. Az emberek nagyon szívósak tudnak lenni, amikor képzelt függetlenségük kincseit védelmezik. Halmozzák, aztán vasmarokkal szorongatják betegségeiket. Önazonosságukat és értéküket az összetörtségükben találják meg, és utolsó csepp vérükkel is készek ezt védelmezni. Nem csoda, hogy a kegyelem így kevéssé vonzó a számukra. Ebben az értelemben te is megpróbáltad belülről bezárni a szíved ajtaját. De nem sikerült, szólt közbe meg. Azért, mert az én szeretetem sokkal nagyobb a ti ostobaságotoknál, mondta papa kacsintva. Felhasználtam a te döntéseidet, hogy azokat tökéletesen beilleszem az én terveimbe. Sok hozzád hasonló ember létezik, Mackenzie, akik úgy végzik, hogy bezárják magukat egy icipici helyre egy szörnyeteggel, amely végül elárulja őket, és nem tölti be, és nem valósítja meg azt, amit vártak tőle. Ebbe a rémületbe bebörtönözve még egyszer lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek hozzám. Épp az a kincs, amelyben annyira bíztak, jelenti a vesztüket. Akkor hát te a fájdalmat használod arra, hogy az embereket visszakényszerítsd magadhoz. Nyilvánvaló volt, hogy Mackenzie nem ért egyet. Papa előrehajolt, és gyengéden megérintette meg kezét. Édesem, én már azt is megbocsátottam neked, hogy ezt gondolod rólam. Megértem, mennyire bonyolult ez számodra, hisz annyira belegabajodtál a valóságról alkotott saját felfogásodba. Ugyanakkor annyira bízol a saját ítéleteidben, hogy megpróbálod felfogni, vagy akár elképzelni, ki a valódi szeretet és jóság. Az igazi szeretet soha nem kényszerít. Megszorította meg kezét, majd hátradőlt. De ha jól értem, amit mondasz, a saját önzőségünk következményei alkotó részei annak a folyamatnak, amely véget vet az öncsalásunknak, és segít abban, hogy megtaláljunk téged. Ez az oka annak, hogy nem akadályozol meg minden gonoszságot? Ezért nem figyelmeztettél, hogy Missy veszélyben van, és ezért nem segítettél megtalálni őt? Meg hangjában nyoma sem volt a vádló élnek. Bárcsak ilyen egyszerű lenne, Mackenzie. Senki sem tudja, milyen rémületes dolgoktól mentettem meg a világot, mert az emberek azt nem képesek meglátni, ami soha nem történt meg. Minden gonoszság a függetlenségből fakad, a függetlenség pedig a ti választásotok. Ha egyszerűen érvényteleníteném a függetlenségetekben hozott összes döntéseteket, a világ, ahogyan ismered, megszűnne létezni, a szeretet pedig elveszítené az értelmét. Ez a világ nem egy játszótér, ahol az összes gyermekemet a gonosztól elzárva tartom. A gonosz ennek a világkorszaknak a zűrzavara, amivel hozzám jöttetek, de a végső szó nem az övé. Most hatással van mindenkire, akit szeretek.
Azokra is, akik követnek engem, és azokra is, akik nem. Ha megszüntetném az emberek döntéseinek a következményeit, akkor a szeretet lehetőségét is megsemmisíteném. A kikényszerített szeretet egyáltalán nem szeretet. Meg beletúrt a hajába, és felsóhajtott. Csak annyira nehéz ezt felfogni. Édesem, hadd mondjam el az egyik okát neked, hogy miért nincs ennek értelme számodra. Azért, mert annyira kicsi a rálátásod arra, hogy mit is jelent valójában embernek lenni. Te és ez a teremtett világ hihetetlenek vagytok, akár érted ezt, akár nem. Minden képzeletet túlszárnyalóan csodálatosak vagytok. Csak azért, mert szörnyű és pusztító döntéseket hoztok, nem jelenti azt, hogy így kevesebb tiszteletet érdemeltek azért, akik természeteteknél fogva vagytok. Azaz az én teremtésem koronája, és az én szeretetem középpontja. De, kezdte meg, ezen kívül, vágott közbe papa, arról se feledkezz meg, hogy minden szenvedésed és szívfájdalmat közepette is szépség vesz körül. A teremtett világ, a művészet, a zenétek és kultúrátok minden csodája, a nevetés és a szeretet, az elsuttogott remények és a hangos ünnepek, az új élet és az újjászületés, a megbékélés és a megbocsátás hangjai. Ezek szintén a ti döntéseitek eredményei, és minden egyes döntés számít, még a titkon hozott döntések is. Tehát kinek a döntéseit kellene érvénytelenítenünk, Mackenzie? Talán nem is kellett volna a világot megteremtenem? Lehet, hogy meg kellett volna állítanom Ádámot, még mielőtt a függetlenséget választotta? Mi a helyzet a te döntéseddel, hogy lesz még egy lányod? Vagy apád döntésével, hogy kegyetlenül veri a fiát? Követelitek a függetlenséget, de aztán nyafogtok, hogy annyira szeretlek titeket, hogy meg is adom nektek. Meg elmosolyodott. Ezt egyszer már hallottam. Papa visszamosolygott rá, majd egy süteményért nyúlt. Mondtam én, hogy Sophia jól telibe talált téged. Mackenzie, az én terveim és céljaim nem a saját kényelmemet, és nem is a tiédet szolgálják. Az én terveimben mindig és kizárólag a szeretetem nyilvánul meg. Az a célom, hogy a halálból életet munkáljak, az összetört életekből szabadságot, és hogy a sötétséget világossággá változtassam. Amit te dzsumbújnak látsz, azt én fraktálnak. Minden dolognak ki kell bontakoznia akkor is, ha ez azokat, akiket szeretek, akár a hozzám legközelebb állókat is, szörnyű tragédiák közepébe helyezheti. Most Jézusról beszélsz, ugye? Kérdezte meg lágyan. Így igaz. Nagyon szeretem azt a fiút. Papa elfordult és megrázta a fejét. Tudod, minden őróla szól. Egy napon majd megértitek, miről mondott le. De erre nincsenek is szavak. Meg érezte, hogy feltolulnak az érzelmei. Valami mélyen megérintette őt, miközben figyelte papát, ahogy a fiáról beszél. Tétovázott, hogy felteheti-e a kérdést, de végül megtörte a csendet. Papa, segítenél nekem megérteni valamit? Pontosan mit végzett el Jézus azzal, hogy meghalt? Az asszony az ablakon át továbbra is az erdőt szemlélte. Ó, mondta kezével intve. Nem valami sokat, csak éppen mindannak a lényegét, ami a szeretet célja volt, még mielőtt a teremtés alapjai megvettettek volna. Papa ezt prózai hangon mondta el, majd meghez fordult és rámosolygott. Hű, ez azért felettébb általános megfogalmazás. Nem tudnál egy kicsikét konkrétabb lenni? Kérdezte meg meglehetősen bátran, ő legalábbis így gondolta, miután a szavak kicsúsztak a száján. Papa azonban felháborodás helyett rávillantotta ragyogó mosolyát. Na, oda nézzenek már, hogy miből lesz a cserebogár. Kap egy szobát, aztán azt hiszi, hogy övé az egész ház. Meg viszonozta a mosolyt, de mivel éppen tele volt a szája, nem válaszolt. Amint már mondtam, minden róla szól. A teremtés és a történelem egyaránt Jézus körül forog. Ő a mi tervünk és szándékunk középpontja. És ő benne mi most teljes mértékben emberré lettünk, így a mi tervünk és szándékunk és a te sorsod végérvényesen összekapcsolódott.
Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy mindent egy lapra, az emberre tettünk fel. Nem létezik B-terv. Eléggé kockázatosnak tűnik, jegyezte meg megtétován. Neked talán igen, de nem nekem. Soha nem volt kérdés, hogy amit kezdettől fogva akarok, azt el is fogom érni. Papa előrehajolt és keresztbe tette a karjait az asztalon. Édesem, azt kérdezted, mit végzett el Jézus a kereszten, tehát most nagyon figyelj. Halála és feltámadása által teljesen megbékéltem a világgal. Az egész világgal, mármint hogy azokkal, akik hisznek benned, nem? Az egész világgal meg. Mindezzel azt akarom elmondani, hogy a megbékélés egy kölcsönösségen alapuló ügylet, és én a magam részét már megtettem. Teljesen, hiánytalanul és véglegesen. A szeretet természetétől idegen a kapcsolat kikényszerítése. A szeretetnek az a természete, hogy megnyitja az utat. Papa ezzel felállt és összeszedte az edényeket, hogy bevigye azokat a konyhába. Meg a fejét ingatva nézett fel. Ezek szerint nem igazán értem a megbékélés lényegét, és igazán rettegek az érzelmektől. Erről van szó? Papa nem válaszolt azonnal, csak a fejét csóvált, amiközben megfordult és elindult a konyha felé. Meg meghallotta, ahogy morog és dörmög, mintha csak magának mondaná. Férfiak, milyen idióták tudnak lenni néha. Meg nem hitt a fülének. Jól hallottam, hogy Isten idiótának nevezett engem? Kérdezte a szúnyoghálós külső ajtón keresztül. Látta, hogy megvonja a vállát, mielőtt eltűnt volna a sarkon, de még hallotta, hogy visszakiált neki. Akinek nem inge, drágám! Igen, megkúr, akinek nem inge. Megnevetett és hátradőlt. Tökéletesen elégedett volt. Agya csordultig tele volt, akárcsak a gyomra. Amíg kimaradt edényeket bevitte a konyhába, letette a kupacot a pultra, arcon csókolta papát, és a hátsó ajtó felé vette az irányt.